Élete legkeményen megmérettetésére készül Prantner Gábor, a Paksi Rendőrfőkapitányság fegyveres biztonsági őre. A futás ötlete először egy jelentős súlygyarapodás miatt jött be az életébe. Fogyókuraként kezdtem még 2017-ben. Karácsony után ráálltam a mérlegre, láttam, hogy 100 kiló, nem mondom, változtatnom kell. És hát a legegyszerűbb mi volt? Futócipő, irány az utca. Így kezdtem. 3 kilométerrel kezdtem az utat, az első távom, amit futottam. Nem volt egyszerű. Ám egyre jobban ment, áprilisban már 18 kilométernél tartott. Közel volt a félmaraton, amelyet akkor egészen emberfelettinek gondolt. Benevezett egy versenyre, amit sikerült 2 óra alatt teljesítenie. Ez adta a löketet, hogy a hobbiból szenvedély legyen. Prantner Gábor 3 Ultra Balaton és 4 Korinthos 160 teljesítésén van túl. A spártatlonra a várólista első helyéről került be. Szeptember utolsó hétvégén, szeptember 30-án lesz Görögországba a Spartatlon nevezetű ultrafutó verseny, ami szerintem Európában az aszfaltos ultrák között talán a legjobb nevű verseny. Ugye sok ultrafutó szeretne ide eljutni, többek között én is. Az idei évben sikerült egy kis szerencsével bejutnom, és most erre készülök. Hát ugye próbálok melegbe futni, mondjuk a mostani időjárás nem igazán barát ebben, de próbálom ezeket a nagy melegekbe való futásokat, ugye gyakorolnom kell, hogy ott kint azért meleg lesz. Próbálok úgy készülni, felkészülni az ottani körülményekre. Az ultrafutó 2023. szeptemberében a Spártatlanon áll rajthoz. Az Aténtól Spártáig tartó 246 kilométeres történelmi táv igazán embert próbáló. Nem csak a szintkülönbségekre kell felkészülni, hanem a forróságra is. Addig is próbál nagy melegben futni, amennyire lehet, készülve a görög körülményekre.